Vidáman játszanak a csemeték a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézményközponti óvodájában. A szülőknek nagy segítség, hogy a gyerekeket lehetőség van egésznapos ellátásos csoportba járatni. Legtöbben máshogyan nem tudnák megoldani a gyermekfelügyeletet, amíg ők dolgoznak. A kisfiam, ő 5 éves, ő a goricai óvodába jár a félnapos ellátásra, a kislányom pedig itt van a központi óvodába, ő 4 éves, és nagyon jó, hogy sikerült ide bejutnunk az egésznaposba, mivel hogy férjem is, meg én is dolgozunk, és ugye nagyszülők nem tudnak egész nap vigyázni rájuk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ide felvették, meg vagyunk elégedve, nagyon aranyosak az óvónők, mindenki. Babysittert is nagyon nehéz találni, olyat, akiben megbízunk. Itt nagyon örülünk, hogy ismerjük az óvónéniket, és legfőképp annak is örülünk, hogy az idén még olcsóbb lesz az óvodai ellátás. Topolyán a 4 óvodában és Bácskosudvarban van egésznapos ellátás is. A többi településen félnapos ellátással működnek. A topolyai önkormányzat jóvoltából mától kevesebb az óvodai illeték, ami az egésznapos bölcsődei ellátás esetében 5000 dinárról 4000 dinárra csökkent. Hamarosan pedig új csoportok nyílnak szintén az önkormányzat támogatásával, hiszen nagyon nagy az igény az egésznapos ellátásra. Most azon vagyunk, hogy bővíteni fogjuk az intézményünket, körülbelül 50 fővel próbáljuk majd először a kapacitást növelni. Ez úgy van elképzelve, hogy itt a központi épületben fent a tetőtéren alakítanánk ki 2 csoportszobát, tehát ez folyamatban van. 764 növendéke van az intézménynek a község területén összesen 13 objektumban.